Sziasztok, Henzsel Csaba vagyok. Szentendrén vagyunk a Kivé Benellinél. Kezdjük egy kicsit egy csöpnyi matekkal. Lesz egy modell, aminek a nevét nem fogom kimondani, de hogy egy picit is járatosak vagytok a robogók piaci területén, hogy milyen modellek kaphatóak mondjuk a közepes modellek között, 300-350 köbcentis kategóriában, akkor rögtön eszetekbe fog jutni, hogy hoppá, ez valószínűleg annak a kopintása. Ha a matekra térünk vissza, akkor azt lehet figyelembe venni, hogy az egyik modellből veszünk a listaárat figyelembe véve 2 egységet, abból a modellből, erről most fogok beszélni, veszünk 3-at, és a 2 végösszegének a különbsége körülbelül 1,5%. Ennek függvényében kell majd eldönteni azt, hogy apró nüansznyi különbségek, amiről valószínűleg említést fogok tenni, kinek hogyan éri meg. Egy másik csatornán, egy másik videócsatornán, az Onroadnál, Sárvári Zsoltnál, körülbelül 1,5 évvel ezelőtt láthattátok a Kiwi VST-nek, a 300-asnak a tesztjét. Akkor nagyon sok jót mondott erről a modellről, most pedig ugyanennek a modellnek megérkezett ugyanezzel a hengerűrtartalommal, tehát 300 köbcentis változatban az XDV típusjelű változata. Kicsit ezt fogom alaposabban bemutatni nektek, elmondom a kettő közötti különbséget, elmondom, hogy mennyivel másabb, mint a sima, mennyire XDV, vagy tereporientált modellről beszélünk, és utána mindenki eldöntheti, hogy neki melyik felelne meg jobban. Köszönöm szépen, hogyha feliratkoztok, hogyha kérdésetek van, természetesen amint tudok rá válaszolok, és nézzétek vissza végig a filmet. Előre is köszönöm. Előre is elnézést kérek, hogy jegyzeteimben néha belekukkantok, szeretném pontosan idézni a számadatokat, szeretnénk minél kevesebbet tévedni. 300 köbcenti mind a kettőnek a hengerűr tartalma. 14 kW a normál változat VST-nek a teljesítménye, legnagyobb teljesítménye, és 19 kW az XDV változatnak. Viszont a fordulatszám is jelentősebben növekedett, 6500, illetve 8250-es percenkénti főtengely fordulatnál adja le a legnagyobb teljesítményét. Egyik, illetve második modell. 22,5 Nm-es nyomatékról beszélünk a 300-as modell esetében, és 2 Nm pontosan az a számadat, amivel többel találkozhatunk már a tereporientált XDV változatnál. Külső méretek valamelyest növekedtek egyik és másik modellnél, valamelyest átrajzolták az úgynevezett bódit, tehát a karosszériát kívülről. Másabb a sárvédelem, másabbak az idomok, meglehetősen és úgy mondom, hogy egészségesen szögletes a VST-nek, a normál változatnak a kialakítása, az XDV-nél ez egy kicsit hangsúlyosabb. Nézzük az első futóművet, keréktárcsát, fékeket. 13 colos keréktárcsáról és ugyanolyan abroncs méretről beszélünk, még a sima VST-nél ez egy normál utcai használatra szánt gumiabroncsról van szó, az XDV változatnál ez már jóval terepre orientáltabb profillal rendelkezik. A féktárcsa, a fékberendezés, ez ugyanaz a méret, egyiknél és a másik modellnél, viszont rugóutakat, hogyha alaposabban megnézzük, az első felfüggesztés rugóutjait, itt egy 85 mm-es első rugóútról beszélünk, egy hagyományosabb kialakítású teleszkópról, míg az XDV változatnál
ez már egy fordított teleszkóp és 90 mm-es rugóutakkal. Valószínűleg egy kényelmesebb útfekvést eredményez mindez. Azért mondom, hogy valószínűleg, mert ebben a pillanatban még ez a modell nem kipróbálható. A 300-asra az idő rövidisége miatt most sajnos nincs lehetőségem, hogy kipróbáljam, de remélem, hogy erre rövidesen lehetőséget kapok, és akkor ennek megfelelően be tudok számolni az élményekről. A sima, vagy alap 300-as Viesta modellnek a szélvédőjéről elmondásból értesülhettünk, milyen szélvédelmet nyújt. Külső méreteit tekintve néhány centiméterrel hosszabb, ahogy az egész karosszériát vagy bódét, az egész motortestet, ahogy ezt átrajzolták. Az első szélvédő itt az XDV modellnél viszont állítható. Szándékosan nem mondom a modellt, aminél pontosan ezt a megoldást szélvédő magasságállításra már láthattuk. Teljesen mindegy, hogy a motorral szemben állunk, vagy a motorén éppen ülünk, hogy a szélvédelmet szeretnénk beállítani, tehát a szélvédő magasságát szeretnénk módosítani, akkor ehhez mind a két kezünkre szükség van, tehát ezt csak álló helyzetben tudjuk megtenni. A sima vagy alap 300-as VST-nél az XDV változat nem csak motorteljesítménybe és nem csak futóműben ad többet, de felszereltségben is. Állítható magasságú szélvédőről az előbb már említést tettem, digitális műszerfalat mindjárt mutatom. Itt közelről látható az egyik állítható fékkar, és ugyanaz a másik oldalon is, természetesen meg vannak világítva a kapcsolók. Az alap VST-nél nem csak a külső méreteken változtattak, hanem hasonlóképpen az ülésnek a ülés alatti tárolórekeszről, ez hasonlóképpen működik. Megnyomjuk a gombot és kijön magától, tehát egy ilyen teleszkópos megoldás. Egész nagyméretű tárolórekesz van, mondjuk a bukósisaknak vagy egyéb apróságoknak. Az én sisakom éppen-éppen nem fér bele, de egy normál sisak az minden további nélkül beleférhet. És érdekes megfigyelni, hogy ott van elhelyezve a szerszám készlete ennél a modellnél. Ez innen szinte biztos, hogy nem fog kicsúszni. Az alap vagy normál VST-nél a hátsó sárvédő megoldása, és megnézzük ugyanezt az XDV változatnál. Jóval nagyobb figyelmet fordítottak rá a tervezők, ez már itt egy komolyabb megoldás. És akkor nézzük a pedálokat, így közelről. Hogyha felhelyezzük, ide kényelmesen egy nagyobb méretű láb is kényelmesen elfér. És mivel egy 300-as robogóról van szó, természetesen utast is szállíthatunk rajta, az ő pedálja így néz ki. Kesztyűtartónk is van természetesen. Szépen nyílik, megfelelő méretű, az én kezem egész szépen belefér, és hogyha megnézzük, ott van egy USB csatlakozó. És akkor jöhetne a kérdés, hogy mi van a másik oldalon. Előtte megnézzük az egyik oldalt, a taposókat, a fémborítást, illetve alumínium dekorborítást. A bal oldalon pedig kesztyűtartó helyett itt találjuk a hűtőfolyadék kiegyenlítő tartályát.
Kiwi 300-as Vista modell nagyon jó alternatíva lehet azok számára, akik városi, elővárosi forgalomra keresnek egy hasonló méretű vagy teljesítményű robogót. Az XDV változat egy tereporientáltabb, talán divatosabb megjelenésű modellt takar, jó néhány többletfelszereltséggel, nagyobb teljesítménnyel. Viszont itt egy új modell, amivel én is most találkoztam először, ez pedig a 610 névre hallgat. Szintén 300 köbcentis, viszont olyan formai megoldásokkal találkozhatunk ennél a modellnél, aminek talán nincs párja a piacon. Ezt is érdemes szemügyre venni kicsit alaposabban.